Hajók, buszok, villamosok. Újpest közlekedésében kalandoztak a gyerekek négy fordulóban. Kiirdették a kalandozások Újpest közlekedésében című verseny győzteseit. A négyfordulós vetélkedőt tavaly novemberben hirdette meg az Újpesti Kulturális Központ 5. osztályosoknak. A vetélkedőt 5 általános iskola 11 csapata játszotta végig. Februárban az első fordulóban egy előadást hallgathattak meg a gyerekek Újpest közlekedéséről. A második fordulóban a csapatok a helytörténeti gyűjteménybe látogattak, és az ott tanultak alapján kellett kitölteniük egy feladatlapot. A harmadik etapban Újpesten tettek sétát, és a tapasztalataik alapján töltöttek ki egy tesztet. Aztán jött a döntő, ahol több feladatban az elmúlt hónapok alatt felhalmozott tudásról adtak számot. A versenyzők sokat tanultak Újpest történetéről, a város közlekedéséről, és még nyerhettek is. Harmadik helyezést ért el az újpesti Károly István általános iskola és gimnázium agyasok csapata. Megosztott ezüstérmet kapott a szintén Károly is és észkerekek és a Halasi Olivér német nyelvet emelt szinten oktató általános iskola detektívek kettő csapata, míg az első díjat a Halasi villai csapata nyerte.